Az eső sem zavarta a táncosokat a pécsi Széchenyi téren. Így gyűltek össze a baranyai örömtáncosok, de érkeztek Tolna megyéből is. Már hagyomány, hogy az adventi időszakban közös tánccal várják az ünnepeket. Egy 4 évvel ezelőtt elkezdődött hagyomány. Minden évben karácsonykor egy karácsony köszöntő örömtáncot tartunk, egy közös táncot az örömtáncosokkal. Hát ebbe a csúnya, ilyen esőben még nem táncoltunk, de ezt is megoldottuk, úgyhogy nem probléma. És én nagyon köszönöm, hogy mindenki eljött, nagyon sokan, még Baranya megyén is túl. Hát most körülbelül 100-an lehetünk, de 200-an biztos lettünk volna, hogyha olyan az idő. Nagy Mária azt mondja, ilyenkor szeretnék megmutatni, hogy összetartoznak, egy igazi nagy családot alkotnak. Különösen fontos ezt megmutatni a karácsonyi ünnepek előtt. Nagyon sok a magányos idős ember, és hogyha ezzel is, egy ilyen közös tánccal, csak legalább egy fél óra örömet szerzünk, akkor hetekre előre már töltődünk ettől, és ez most nagyon fontos volt karácsony előtt. Én akkor elindítottam, és remélem jövőre, utána évben is, és sokszor találkozunk. Az örömtánc oktató azt mondja, ez a műfaj egyre népszerűbb az idősek között. A fizikai aktivitás mellett mentálisan is sokat jelentenek ezek a táncos események az időseknek. A mozgás és a kapcsolatok építése segít egészségesen tartani ezt a korosztályt. Jelenleg mintegy 6-7 ezer örömtáncosról tud hazánkban Nagy Mária, akik rendszeresen részt vesznek az ilyen eseményeken. Kérem,